Maradunk továbbra is a szobosztói torosnapoknál. Következő riportunkból kiderül, milyen ételek ízlettek leginkább a fesztiválozóknak. Előjáróban annyit elárulhatok, hogy a díjazott ételekből több száz adag fogyott el. A Lorena étterem toroskáposztája. Toroskáposzta és pálinka nélkül nincs disznótor, tartja a mondás. A Lorena étterem és panzió tulajdonosa Szabó Attila is egyetért ezzel. De ők nem akármilyen toroskáposztát készítettek, szívüket, lelküket belefőzték. Valószínűleg ezért ízlett annyira a fesztiválozóknak Attiláik étele, mely a szoboszlói torosnapokon a legtöbb szavazatot kapta, így első díjat nyert. Péteri László rögtön meg is kóstolta a díjazott ételt. Most hallottam, hogy ez nyerte meg a fesztiválnak az első díját, mondom, mindenképpen megkóstolom, de úgy látom rászolgált a dologra, mert a nagyon finom. Ha ezt tudom, csak itt tettem volna minden nap toroskáposztát, úgyhogy gratulálok a Lorenának, és fantasztikus. Nagyon, nagyon finom. A Lorena étterem toroskáposztájából a 3 nap alatt legalább 500 adag fogyott. Talpaltak is a szakácsok. Mikor fogytán volt az étel, újabbat főztek, mondta Asztalos Attila mesterszakács. Hagyományosan készítjük el a toroskáposztánkat, savanyú káposzta felhasználásával, illetve mivel ez egy toros fesztivál, így a tor az maga a disznónak a feldolgozásából származik. Azokat a részeket használjuk fel, amik kevésbé szárazak, inkább zsírosak, hasa alját, a csülök részét daraboljuk bele, illetve a lapockának bizonyos részeit, és ebből készítünk mi egy fűszerpaprika nélküli ragut, és ezt a savanyú káposztát minek után megfelelő állagúra hoztuk titkos fűszerekkel. Ízesítjük, és szépen lassan, fokozatosan összepároljuk, néhányszor zsírjára pirítva, és a végén szaftot engedve neki. A toroskáposztáért kapott első díjat örömmel fogadta a Lorena étterem. Nagy elismerése számukra, mondta Szabó Attila. A harmadik helyet már sikerült nyernünk, de az első ez kifejezetten nagy öröm. Bár én azt gondolom, hogy mindenki oda tette szívét, lelkét ezen a fesztiválon, nem csak mi, hanem az összes étterem. És én szerintem annak köszönhetjük ezt a díjat, hogy ez a toroskáposzta ez tényleg egy ilyen hagyományos vidéki hozzáállással készült el, tehát a csülkös, körmös történetek is belelettek úgy főzve, hogy ez ilyen igazán cuppogós, savanyú káposztás történet legyen, és ennek köszönhetően úgy látom, hogy sikerült elnyernünk ezt a díjat, úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk, és nagyon köszönöm az egész csapatomnak, hogy ezt összehoztuk. A toroskáposztánál kevésbé ismert a cigányka, melyet a Mátyás király gyógyszálloda készített, és a fesztivál második díját nyerte. Ez egy speciális békési disznótoros étel, kolbászhúsból, májból és hagymából. Neve onnan származik, hogy régen a csabai gazdák a májat nem fogyasztották el, hanem a falusi szokás szerint a disznótoros házakba betolakodó, kolduló cigányasszonyoknak adták. A cigányka nagyon kapós volt, legalább 30 kg disznóhúst használtak fel hozzá. A Mátyás király gyógyszálloda természetesen más disznótoros ételt is kínált. Hagyományos toroskáposzta, töltött káposzta, volt csülök, körömpörkölt, tarja, oldalas, császárszalonna, akkor a hagyományos ördöglángosunkkal jöttünk, ami ugye egy lepcsánk alapon egy zöldséges tarjacsíkó kapros tejföl is öntett el, hagymásvér, remélem nem hagytam ki semmit. Ugye hurka kolbász, hurkából 3 félét hoztunk, májast, tüdős kaprost és vérest. A fesztivál harmadik legjobb étele pedig a Karikás Panzió és étterem által készített vesevelő lett. A zárónapra alig néhány adag maradt belőle. Elkészítése nagyon egyszerű, mondta Dianiska Csaba. A vesét megtisztítjuk, megabáljuk, és bőhagymás alapon, zsíros hagymás alapon megpirítjuk, aztán hozzá a velőt és hozzá egy pici tojást, és körülbelül egy olyan 20-30 perc alatt ez elkészíthető, készen is van, hozzá só, bors, piros paprika, és delikát a fűszerezése, teljesen egyszerű. Nagyon régóta disznóvágással, ilyesmivel foglalkozunk, mint családban is, és édesanyámék is teljesen ilyen régi módiak, a mostani fiatalok már annyira nem ismerik ezeket a dolgokat, de próbáltuk ezeket az ételeket visszahozni, és hál' Istennek nagy sikerrel, sokan szerették, és így volt egy kis sikerünk is.
Tivanyik Dávid és párja Budapestről érkezett. A férfi kíváncsiságból kóstolta meg a veséből és velőből készült ételt. Nem ettem még soha a vesevelőt. Nálunk mások készítik el a velőt, hogyha a disznótor van. És érdekes íze van, de tetszik. Nem hiszem, hogy gyakori fogyasztó leszek, de ilyen alkalom, akkor nyilván megkóstolom, hogyha van rá lehetőség új ízeket találni. Így voltam mondjuk a pálinkával is ezek előtt, tehát évekig nem ittam, most pedig már szeretem. A Torosnapok városunk idei gasztrokulturális eseményeinek nyitó rendezvénye volt. A Hajdúszoboszlói Vendéglátó Egyesület tavaly döntött a disznótorok hangulatát idéző fesztivál megrendezése mellett, mely jó ötletnek bizonyult, hiszen mind a vendégek, mind pedig a vendéglátók elégedettek, mondta Máté Lajos szervező. Várakozáson felüli sikert könyvelhettünk el. A Vendéglátók Egyesületének 6 kitelepülő tagja vett részt a rendezvényen. Mint ahogy ígértük, toros ételek voltak e 3 napon kritikus mennyiségben, ez így is volt. Nagyon finom ételeket kóstolhattak végig az ide érkezők, az ez iránt érdeklődők. Igazi disznótort is láthattak, hisz malacot perzseltünk, bontottunk itt a helyszínen. És én azt gondolom, hogy azok a megszokott rendezvényeink, amiket a kedves vendégek élvezhetnek az év során, azok sorába tökéletesen beleillik ez a mostani. A 3 napos rendezvényt a Plugin és a Promiseland fellépése zárta. And I will greet you there.